bízunk abba, hogy a srácok tudják azt, hogy mi a dolguk. Fogok nekik segíteni abba, hogy ezt a mérkőzést mindenféleképpen meg kell nyerni, és nem szabad kiindulni abba, hogy mi volt az első két találkozón, illetve arra fogom őket kérni, hogy felejtsék el, és csak erre az egy találkozóra gondoljanak, és készüljenek, mint hogyha ez egy döntő lenne, mert ez egy óriási nagy döntő a mai nap folyamán számunkra. Meg fogjuk próbálni, nyilván változtattunk a taktikai felállásunkon. Nagyon nehéz lesz, nagyon sok mérkőzés játszottak az elmúlt időszakban a játékosok. Remélhetőleg, hogy az új taktikai felállás ehhez tud alkalmazkodni, és meg tudjuk lepni vele az ellenfelet. Megbeszéltük a öltözőben, hogy ez egy remek lehetőség, és vagy tudunk vele élni, vagy nem. Még egyszer mondom, nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz, de meglátjuk, hogy mi sikerül abból, ami az elmúlt napokban történt. Nehéz lesz. Csak egy győzelemmel tarthatta volna életben bronzérmes reményeit a fehérmezes Deac, hiszen a Veszprém a három nyert mérkőzésig tartó párharc első két felvonásába diadalmaskodott, ráadásul mindkét alkalommal komoly különbséggel. Ezúttal viszont úgy tűnt szorosabb lehet a csata. Igaz, a 8. percben a bakonyiak megszerezték a vezetést Rutai Balázs találatával. Az előny azonban nem tartott sokáig, hiszen a játékrész felénél ismét döntetlen volt az állás, hála Szabó Lajos egyenlítő góljának. A felsőházi rájátszásban nem kapott ki a Veszprémtől a Deac, ám a bronzpárharcban elszenvedett 6-1-es és 9-3-as vereség után nagy bravúr lett volna egy siker a kupagyőztes otthonában, ahol a 16. percig volt döntetlen az állás, ekkor azonban jött az NB1 gólkirálya, Tatai József, és ismét a hazaiak voltak előnyben. A félidőre akár 3-1-el is vonulhatott volna a Veszprém, ám a kapufa kifogott Toni Montéron, csak úgy, mint a meccs 3/4-énél Tóth Attilán. A Deacnak ezt követően pedig már nem volt esélye az egyenlítésre. A kupagyőzelem után nagyon nagy lendületet kaptunk, és igazából kis túlzással esélyt adtunk a Deacnak arra, hogy a három mérkőzésen akár egy, a három mérkőzésből akár egyet is győztesen adjanak el. Nagyon nehezen indult a mai mérkőzés, nagyon sokáig jól tartották magukat, de a harmadik kapott gólnál megtörtek, és utána már igen sima volt. Onnantól kezdve minden is befele pattan. Nem könnyű a Deac ellen játszani, egy nagyon fiatal, jó csapat, nagyon jó szakvezetővel rendelkeznek Elek Gergő személyében. Meg kellett, hogy küzdjünk, főleg a második fél időben dőlt el a találkozó, én úgy gondolom. Az első fél időben nagyon jól tartotta magát a debreceni csapat. Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült ezt a nagy dolgot véghez vinnünk, és hogy bronzérmet ünnepelhetünk itthon. Nem elvitatva a Veszprémnek az érdemeit, hisz megérdemelten szerezte meg a bronzérmet. A nagy arányú vereségek azok valószínűleg a játékosok túlterheltsége miatt van, tehát ugye bírtuk kb. 30 percig az iramot. Van olyan játékos, aki az elmúlt 10 napban a 6. mérkőzését játsza. Ilyen szintű ellenfél ellen ennek ez a vége. Nagyon csalódott vagyok, hogy ez a párharc három találkozón dőlhetett el, és ilyen gólkülönbséggel tudtunk alul maradni, emiatt nagyon csalódottak vagyunk. De hát ezt el kell felejteni. Úgy néz ki, ebben az évben ennyi volt. Én úgy gondolom, hogy nem lehetünk csalódottak a negyedik hely miatt. Természetesen többet szerettünk volna elérni, mikor már bekerültünk a felsőházba. De hát úgy néz ki, ebben az évben ennyi volt. A duplázó Rutain kívül Pál Patrik is betalált, míg a 38. percben Kántor Tamás öngóljával már 8-1-re vezetett a házigazda. A 9-1-es végeredményt a mester ötőség jutó Tatai József állította be. Nehezen indult, szerintem nagyon akartuk ezt a győzelmet, nagyon görcsösek voltunk az elején, de beleálltunk a munkába, és utána kijött a vége, az már gála lett. Nem volt ennyi közte, de ennyi lett a vége. Én azt mondom, hogy elégedett lehet ezzel mindenki, ez egy nagyon jó év, a klubnak a legjobb éve, ez a mostani. Én azt mondom, hogy lehet innen építkezni, tehát meg kell ünnepelni most tényleg, most úgy igazán, és hát én boldog vagyok nagyon. A Veszprém tehát kupagyőzelmet és bronzérmet ünnepelhetett a klub legsikeresebb szezonjának a végén, a bakonyiak pedig természetesen már a következő idényben is nagy reményekkel vágnak bele. Természetesen szeretnénk majd lépni egyet, nem lesz könnyű, ugye bár, mert a magyar vagy... Szeretnénk ugyanilyen jó csapatot építeni, mint amilyen jó csapatunk volt az idei szezonban. Meglátjuk, hogy fog ez sikerülni. Bízom abban, hogy hasonló
szezont fogunk tudni zárni majd a következőben, mint ami most volt, mert úgy gondolom, hogy ez a csapat, illetve ez a közeg, ez a vezetőség, ez a játékos keret megérdemli azt, hogy egy nagyon-nagyon jó csapata legyen neki. Innen is szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy ilyen szép számmal kilátogattak és a csapat mellett voltak. Biztos, hogy sokkal nehezebb lenne játszani akkor, hogyha nem így állnának a csapat mellé, mint ahogy állnak hozzá. És külön köszönöm a játékosaimnak ezt az évet, ezt a szezont, mert volt, amikor emberfeletti teljesítményt nyújtottak. Gondolok itt erre a három mérkőzésre, itt a Deac ellen, de mondhatnám az elődöntőt, illetve a döntőt a kupa döntőben is. Köszönöm szépen nekik az idei munkát.